mert a szélmalmok ideje lejár. Egy kis faluban imaházzá alakítanák a helyi szélmalmot. Jósika, a malom szélmolnárja, munkahiány családjával együtt a malomban szeretne maradni. Ezért az odaérkező papnak felajánlja, hogy a templom sekrestyése és karbantartója lesz. A plébános nem tud vele mit kezdeni, de megengedi, hogy ott maradjanak. Nekem meg kellett harcolni a Jósikával, a Jósika figurájának az előadás közben meg kell harcolnia ugye a kísértéssel, meg kell harcolnia azzal a döntéssel, hogy most a családot ott hagyva feláldozza-e magát a templomért, az, hogy a malom templommá változzon, az, hogy az András atya megérkezik, mint egy ilyen borkedvelő részeges emberke, aki tehát valahova a világ végére elküldték, hogy ne lássa senki, és ő ezzel az előadás alatt válik igazán pappá. A darab rendezője elmondta, hogy számára ez az előadás egy ima. Úgy véli, hogy a külső fenyegetettségben egyetlen lehetőség van, az, hogyha mi magunk is templommá alakítjuk a belsőnket. Ez a szélmalom, ami templommá alakul, az mi magunk vagyunk tulajdonképpen, hogy ha templommá tudunk alakulni, akkor fogunk megmenekedni a külső fenyegetettségtől. A darab fő története, amely szerint a malomból templom lesz, fontos jelentést hordoz magában. Ez egy állandó folyamat. Tehát ez az átalakulás, ez a transformáció, ez gyakorlatilag a liszt és a szellem közötti valamiféle fiktív kapcsolatot próbálja boncolgatni. Az előadás a magyar kormány, a Magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, valamint a Vajdasági Keresztény Értelmiségi Kör közreműködésével valósult meg.